Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a videó nézőit. Nemrég hívtam fel a figyelmet a parlamentben az egészségügyi adataink kezelésével kapcsolatos problémákra. Pár nappal később Orbán Viktor indoklás nélkül felmentette tisztségéből Szabó Bálintot, az egészségügyi adattér hazai felelősét. De nézzük meg, hogy mi is történt. Szeptember 26-án a parlamenti interpellációmban az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, az e-receptről ismert EST rendszer működésének a problémáira hívtam fel a figyelmet. Többek között arra, hogy az EST-ben tárolt egészségügyi adatainkat nincs jogunk törölni, illetve töröltetni, továbbá arra, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság a különleges jogrendre hivatkozva a hozzájárulásunk nélkül kiadhatja egészségügyi adatainkat, akár a személyes adatainkkal együtt. Kérdésem tehát azzal kapcsolatos, hogy az EST-ben tárolt egészségügyi adatokat határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó információcsere keretében mely tagállamoknak adtak át, az elektronikus betegségregiszterbe és a pandémia értékelő regiszterbe feltöltött egészségügyi adatainkhoz kik férnek hozzá, 2020. január 31-ig visszamenőleg az operatív törzs és munkaszervezete egészségügyi adatainkat milyen célra használta fel, feldolgozásukkal kiket és mennyiért bízott meg, az egészségügyi adatainkat eladták, és mennyiért külföldi gyógyszer, illetve vakcinagyártók cégeknek a befolyt bevétel hova került? Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. A kérdésemre Rétvári Bence államtitkár úr válaszolt. Természetesen a kormánytól megszokott módon mellébeszélést hallhattunk, és egyik konkrét kérdésemre sem érkezett érdemi válasz. Tehát ez egy nagyon jó és nagyon korszerű rendszer. Más nálunk fejlettebb országban sincs ennyire korszerű digitális nyilvántartása mindennek, ami velünk történik, hiszen őt mondta, hogy itt adatokat szeretne esetleg ön törölni az EST-ből, de hát ott a betegségeire, a kezeléseire vonatkozó adatok szerepelnek. Azért, hogyha később bármi előfordulásság, hogy milyen gyógyszereket szed, milyen érzékenysége van, milyen beavatkozásai voltak, ez segít abban, hogy mindenkit minél hamarabb meggyógyítsunk. Azt hiszem, ez egy óriási erőlépés Magyarországon, és én magam is részt vettem itt Budapesten olyan nemzetközi tanácskozáson, ahol nagyon sok országból jöttek, hogy hogyan működik a mi digitális egészségügyi rendszerünk, mert nekik ez jó példa, és szívesen átültetnék a saját országunkba is. Erre tehát szerintem igenis büszkék lehetünk. Pár nappal később a magyar közlönyben jelent meg egy határozat arról, hogy Orbán Viktor szeptember 30-ai hatállyal felmentette tisztségéből Szabó Bálintot, az Országos Kórházi Főigazgatóság központi egészséginformatikai rendszerek koordinálásáért felelős főigazgató helyettesét. Szabó Bálint a kezdetektől részt vett az EST kialakításában, és annak 2017-től történő bevezetésében és működtetésében. Ezért az EST atyaként nevezték. A felmentést három nappal később azzal indokolták, hogy egy összeférhetetlenségi helyzetet szüntettek meg, ami azután alakult ki, hogy az év elején állami tulajdonba került rendszerfejlesztési és alkalmazás üzemeltetési feladatokat ellátó egészséginformatikai szolgáltató és fejlesztési központ Nonprofit Kft. Ügyvezetői feladataival is Szabó Bálintot bízták meg. Szabó Bálint tehát február óta az Országos Kórházi Főigazgatóságban az EST működtetéséért, az utóbbi cégben pedig az üzemeltetésért egyszerre felel. Több furcsaság is van ezzel az indoklással kapcsolatban. Az összeférhetetlenség hónapok óta fennállt, köztudomású volt, hogy Szabó Bálint mindkét helyen magas pozíciót tölt be. Miért csak most, 8 hónap elteltével jutott eszébe Orbán Viktornak ezt a helyzetet rendezni? Az is találgatásra adhat okot, hogy a két pozíció közül éppen abból menesztették Szabó Bálintot, ahol az EST-ből való adatszolgáltatásáért felel. Nos, talán nem állunk messze a valóságtól, ha feltételezzük, hogy a témában megtartott parlamenti interpellációnak része volt abban, hogy a kormány és miniszterelnök úr figyelme erre az erősen problémás területre irányul. Természetesen a harcot továbbra sem adjuk fel, és küzdeni fogunk azért, hogy az EST-ben tárolt egészségügyi adataink tekintetében a törlési jogunk biztosított legyen. És megtudjuk, hogy adatainkat ki milyen célból használta, használja fel.